nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves megjelent testvéreinket, vendégeinket. Szombat kezdés Isten tiszteletünket megkezdjük, és énekeljük az 591-es számú énekkel. Már egy hétnek újra vége. 591. Thank you.
dicsőbb országot felé. Én voltam az esteri órában is, felszólítottam a te áldott szent hitvédet keresztül. Áld meg szolgálat értelemmel és bölcsességgel, nekünk pedig atyán nyitott szívet értelmet, hogy a te ígéd megmaradjon a mi szívünkben, elmünkben, életünkben, és segedelmed által megteremthessük az örök életre való bűnöcsöt. Amen. Ifjainkat, akik eljöttek, hogy téged tudjon a dicsérteni, adjad, hogy az ő énekük, mint jó illatú áldozat szálljon fel az ő esteti órában meghallgatásképpen. Jó Atyánk, sokat tettek a gyülekezetünkben is. Kérünk szépen, ha van még kegyelem részükben, gyógyítsad meg, erősítsed meg testben, lélekben, igazságban, és hagyjad, hogy amikor el fogsz jön az égnek felkülni, mint egy nagy számú lény, megállassuk dicső szívünk elé. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Köszönjük, hogy többet teszel kérésünknél, mert álljuk is magasztaljuk az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Amen.
Thank you.
Sok szeretettel köszöntelek, drága testvérem, az Úr Jézus Krisztusban mindannyiunkat, és azokat is, akik figyelemmel kísérik ezt a műsort. Nem tudom, kinek milyen volt a hete, de az enyém nagyon nehéz és fáradt volt. Lehet, hogy ezért is választottam kezdés énekül, már egy hétnek újra vége, és olyan jó, hogy vége van. Drága testvéreim, nem tudom, hogy mi újat mondhatnék nektek ma este. Mert akárhányszor olvasom a Bibliát, mindig találok benne új dolgokat. És megkérdem magamtól, hát ezt eddig hogy nem olvastam? Pedig elolvastam. És a Jóisten mindig ad újabb és újabb dolgokat a Bibliában. Lehet, hogy egy olyan kérdéssel foglalkozok ma este, akik azt teszik fel, hát, hogy ne volna biztos. Szeretnék ebben a gondolattal foglalkozni ma este, ami így hangzik, biztonságos-e Isten mellett vagy sem? Ti mit mondtok? Biztonságos vagy Isten mellett? Fiatalok, ti mit mondtok? Biztonságos vagy Isten mellett? Nem meggyőző a válasz. Majd rájövünk, hogy biztonságos-e vagy sem. Isten mellett nem biztonságos. Miért? Erre majd rájövünk. Nézzük meg, hogy az Úr Jézus mellett kik volt. És milyen közel voltam. Tessék? Hát egyszer a tanítványok, igaz? És minden tanítványomnak biztonságos volt Isten mellett? Elhívott bennünket Isten, hogy legyünk az ő tanítványai, mert adott nekünk egy feladatot. Milyen feladatot adott nekünk? Hirdessétek az evangéliumot, hogy mindenfül meghallja. Drága testvéreim, ha az én nevem be van írva a gyülekezet könyvébe, biztos lehetek én az én üdvösségemben, mert Isten mellett vagyok? Péter nagyon magabiztos volt, ugye? Érezte maga mellett az a Jézus, Isten, és mikor megkérdezte Jézus, Péter, szeretsz engem? Mint ha azt mondta volna magában, hogy miféle kérdés ez? Hát persze, hogy szeretlek. És ugyanezt megkérdi tőlünk Isten. Laci, szeretsz engem? Nem olyan hasonlóképpen válaszolnék én is. Hát Uram, hát miért vagyok én, hanem azért, mert hogy szeretlek. Az Isten tudta, hogy miért kérdezte meg ezt Pétertől. Mert ő tudta, hogy Péter még nincs egészen Isten mellett. Csak azt képzelte. Mert mikor jött a próba, mit tett? Én hát soha nem láttam ezt az embert. Mekkora nagy változás. Biztonságos volt az ő élete Isten mellett?
Mert amikor jött a próba, megtapasztalta. Biztonságos volt Júdásnak az ő élete Jézus mellett. Nem volt biztonságos. És ezért is halt meg. Mert ő más célja volt, más életfelállása. Másképp képzelte, mint maga Jézus Krisztus. Az a Földön értékelt célját. Hogy ezt jobban megértsük, el szeretnék mondani egy rövid kis történetet, amin keresztül mentem. Egy szép napon, amikor még Robika 4-5 éves volt, fogtam és elmentünk, meglátogattuk az édesanyámat. Amikor az úttesthez értünk, mielőtt az úttesthez értünk volna, hogy átmegyünk a járdán, kirántja a kezét a kezemből, és ő átszalad a járdán. Láttam, hogy nem jön semmi, itt ebbe a szempontból itt egy kicsit, tehát higgadt voltam, nem kiabáltam utána, vagy rákiabáltam, hogy mit csinálsz, hogy állj meg, vagy stb., hanem ő átszalad. Biztonságban volt az, az gyermek mellette. Mikor átmegy, tudjátok, mi történt? Rám mosolyog. Na láttad, hogy át tudtam én is jönni? És mikor rám mosolyogott, és kimondta ezt a szót, én lekentem neki a papam. Na tudod, hogy ez miért volt? És ha jött volna egy autó, és elütött volna, te tudod, hogy mi történt, mi lett volna azután? Te lehet, hogy meghaltál volna, és engem meg börtönbe tettek volna. Mit akart ezzel a példával a gyermek bemutatni? Ő azt mutatta meg, hát ő is az ő eljárta, az ő elképzelését. Ő is meg tudja tenni azt, amit biztonságosabb a szülővel megtenni. Hát valahogy így voltak a tanítványok is, ők azt hitték, hogy Isten mellett biztos az életük, de viszont volt, amikor kirántották kezüket az Isten kezéből. És akkor, amikor az Isten kezéből kirántjuk a mi kezünket, a mi életünk attól fogva, a pillanattól kezdve nem biztonságos. Tudjátok, hogy hogyan lehet biztonságban tudni a mi életünket Isten mellett? Én nagyon sok szekeret készítettem. És mint minden szekérnek, minden autónak, van egy tengelye, és arra a tengelyre épül az a bizonyos szerkezet. Minden nagyon jó, minden erősen meg van herkesztve. Fel van téve a kerék, és a kerék fel van fogva a csavarra. És azt képzeljük, hogy az autó biztonságos, vagy az a szekér. Mert rajta van a csavar, nem biztonságos. Mert az a csavar, az játszik a tengelyen, és az lejöhet a mozgás miatt. A tengely végén van egy lyuk, keresztül van fúrva egy lyuk. És abban van egy biztonsági szeg, ami biztosan helyén tartja azt a csavart, hogy az a kerék biztosan ott maradjon, ahol lett téve. Hát a mi életünket bele kell vésünk az Isten életébe.
Ekkor lehetünk biztonságosak az Isten mellett. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Azt mondja az igény, hogy ima és bőt által. Ez a biztonsági szeg, amely odaszegez az Isten mellé, az Istenbe, és onnan ki nem esünk. Mert addig, én tapasztaltam az életemben, ameddig kutatom Isten igényét, tanulmányozom az ő igényét, érzem én magamon, hogy az én jellemem, az én beszédem változik, anélkül, hogy én erőltetném. Mert onnan olvasva, ez mind rám ragad. De akkor, amikor egy kicsit félreteszem a Bibliát, hát én tudom, nem annyit olvasni. Na, itt van a nagy baj. Akkor az én jellemem kezd visszaesni. Mert Isten igéje olyan, mint egy ható mágnes, amely átviszi az Isten erőt a te életedbe. És ezért nem tudsz elmondani az Istentől. Hogy mégis miért van ez, hogy az emberek eltérnek az Istentől? Tudjátok, hogy miért? Olyan egyszerű. Azt mondja a Márk evangéliumában, a 7. fejezetében a 9. vers. És mondva nékik, az Isten parancsolatját szépen félreteszik, azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg. Miért van távol a világ Istentől? Mert szépen az Isten törvényét félreteszi, és az én magam törvénye szerint élem az én életemet. Ma reggel történt az, hogy egy fiatal asszony jövedve a munkába megállt, és mint a grémünket megkérdezte volna, hát a főnök azt mondja, hogy ilyen korán itt van, megelőzünk. Hát mondom, hogy én nem tudom, ti kell, hogy tudjátok. És szót látott, és megkérdezte, hogy tehát szó esett a vallásról. És én azt mondtam, hogy én adventista vagyok, heted napot ünnepel adventista. Hát ez, nem nagyon tudom, mi az, milyen vallás ez. Olyan sehol. Hát mondom, ezt néhány szóval nem mert megmagyarázni, ha esetleg még érdekli, akkor majd beszélünk még bőven. Drága testvéreim, azt mondjuk, hát én azt mondom, hogy a Biblián keresztül, az ismereteimen keresztül, ez az életstílus várja az Isten minden egyes embertől. Tartsd meg az én parancsolatomat, kövess az én utamat, vedd fel a te keresztedet, és ilyen után. De ezt nem mindenki teszi meg. Nem mindenki vállal bármilyen munkát, csak azért, hogy a szombatot meg tudja tartani. Mert az ember szeret a jó munkáját, ami jó pénzes. Hát valahogy Judás is így volt. Szeretett Jézus mellett lenni, mert ő lesz a kasszás, és mennyire ropogni fog a kezébe a pénz, hogy amikor számolja. Vagy sőt, ha vaspénz volt. Neki ez volt az élet célja. Elfelejtette a biztonsági szeget betenni a tengelybe. És mikor eljött az ideje, hol került?
eljövünk Isten házába, mert azt mondjuk, hogy mi megismertük az Istent, mi az Istennel járunk és élünk. Én a mondója vagyok, hogy lehet, hogy ezért is adta Isten ezt a gondolatot, hogy foglalkozzunk vele ma este, hogy gondolkodjunk el mindannyian, hogy mennyire biztonságban érezzük magunkat Isten mellett. Hol van az a biztonsági szeg, ami megtart minket Istenben? Mert nagyon nehéz időket élünk, amikor megyek minden tönkre. Munkahelyek zárulnak be. Nehéz a szombattal. És csak mind nehezebb és nehezebb. Kicsik a fizetések. És nem látok jó jövőt a fiataloknak. Mert én, mint, hát úgy mondjam, idősebb, mint a jó középkor. Én már hozzá vagyok szokva. Én megtanultam a túlélést. És ott tapasztaltunk keresztül mentem a szombat miatt. Én próbáltam azt a biztonsági szeget ott tartani, ahol annak a helye van. És ha így visszatekintek az én életemre, nem mondhatom azt, hogy milyen rossz volt. Mert az Isten mindig megadott mindent, amire szüksége volt. Amire meg nincs szükség, azt ne is adja meg. Hogy kimensen az a biztonsági szeg. Mert tudjátok, az ember, amikor elkezd szédelni, ugye, mert jól megy sora, hát sokszor az a biztonsági szeg kiesik. Hogy nézzük meg, mennyire fájhatott az Úr Jézusnak az a jelenet, amikor azt mondta Péternek, Jakabnak és Jánosnak, gyertek velem. Mert szükség volt Jézusnak segítségre. Gyertek velem, mert megyek odé imádkozni. Imádkozzatok ti is velem. Eltelik az idő, és jön vissza Jézus. Mit talál? A tanítványok nem segítik Jézus, hanem alusznak. Az igény onnan feljegyezve, hogy gazdag vagy, meggazdagodtál, nincs semmire szükséged. A tízűzőnek azt mondja, hogy alusznak. Nem érezzük annak szükségét, hogy félrevonuljunk Jézussal, és tartsuk a kapcsolatot. A kérdés az, hogy meddig akarok még aludni? Hogy szeretnénk mi, hogy Isten éven találjon minket, vagy pihenjünk, mert fáradtak vagyunk. Már a testvéreim, nem is képzeltem volna azt, hogy ilyen nagyot változik az idő. Hogy valamikor tele volt a gyülekezet, még rócsákat kellett behozni, és azt prédikáltuk, hogy ma, ha az Úrnak az ő szavát halljátok, meg ne keménycsétek az ti szíveteket. És ma ez a szöveg, mintha eltűnt volna, nem halljuk már. A székek ürülnek, és akkor megkérdezem azt magamtól, hogy vajon mennyire biztonságos az Isten mellett. Tudjátok, mennyire biztonságos? Amilyennyire biztonságát,
amennyire bebiztosítom én, hogy biztonságban legyek. Mert Isten senki nem fog előszakkal az ő országába bevinni. Ezt nekem kell akarjam teljes szívből. És ezt meg kell biztosítsam magamat, hogy biztonságban legyek az Isten mellett. És ez nem más, mint ima és bőjt által. Szeretném, ha ezzel a szöveggel zárnánk a mi emlékezésünket, amelyet írva találunk a Máté Evangéliumának 26. fejezetében. A 41. verset olvasom. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetve ne esetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Lehet, hogy drága testvéreim, lélekben nagyon erősek vagyunk. Péter is nagyon erős volt, de még nem volt kész. Ő rájött ott, abban a pillanatban, hogy ő még nincs kész, és biztonságá tette az ő életét Jézus mellett. Megtért. Drága testvérem, ha ma este úgy érzed, hogy nem vagy biztonságban Jézus mellett, borulj le otthon, imádkozzunk egymásért, és tegyük biztonságosan a mi életünket Isten mellett, hogy mindenkor Isten tudjon uralkodni felettünk, és vezess a mi életünket, hogy amikor eljön az ő országa, ne hiányozzon. Egyikünk sem. Az ő neve legyen hálva és magasztalva örökké. Amen. Amen. Thank you.
és testvérek, hálásos Isten tiszteletünket befejezzük az Atyánk énekeségből a 25. számú éneket. Hirdessétek a hangos szóval Isten a szeretet.
Készünk, hogy te velünk leszel, és nem fogsz segíteni bennünket, hogy a életünkben érezzünk nap, mint nap a te jelenlétedet, a te áldásodat, és érezzük azt, hogy mi erősen fogjuk téged. Mint ahogy mondta Jákob, el nem engedlek addig, míg meg nem áldasz, hogy érezzük azt, hogy a mi életünk biztonságos te benned, még akkor is, amikor ezen a földön nehéz és szomorú életet élünk. Segíts meg, hogy túlássunk minden gondon, minden felhőkön. Lássuk a napot, azt a ragyogó napot, amely nem más, mint a te életed, és abból merítsünk erőt. Áldó és magasztalva legyen szent és nagy neved, Atya, Fiú, Szent Lélek örökké, mert méltó dicsőségre. Amen. Áldása, békén maradjon.